Áldásékességet 2024. április 3-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, ezen a napon is téged keresünk. Talán nem a megszokott órában, nem a megszokott helyen és módon, de köszönjük azt, hogy téged bármikor kereshetünk, bárhol megtalálhatunk, hiszen te azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Kérünk, tégy most is így, hadd tudjunk rád figyelni, és segíts minket arra, hogy megértsük, hogy mi a te üzeneted a mi életünkbe, a mi számunkra. Így kérünk, Szent Lélek Isten, légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt olvasom, a János írása szerinti evangélium 20. részéből, a 19. verstől a 23. verssel bezárólag a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, azt mondhatnánk, hogy a történet alapján még javában benne vagyunk húsvétba, hiszen a hét első napjának az estéjéről beszélünk. Ez a vasárnap. Tehát húsvét vasárnap jelenik meg a tanítványoknak az Úr Jézus. Valaki felhívta a figyelmet arra, hogy szabad nekünk észrevenni az Úr Jézus játékosságát. Ahogyan azt mondja a tanítványoknak, hogy előre megy Galileába, és majd találkoznak vele. De már aznap sem hagyja őket árván. Tudja azt, hogy körülbelül milyen érzelmeik lehetnek, milyen felkavart állapotban vannak, hiszen odáig jutottak el, hogy Mária, Péter és János arról tettek bizonyságot, hogy Jézus feltámadt, viszont a találkozás, a vele való találkozás még eddig csak Máriával történt meg. Együtt vannak a tanítványok azon az este, a hét első napján, és ezt olvassuk, hogy a félelem miatt méghozzá, a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. A félelem az bezár. Pont ez a lényege a félelemnek, hogy ne tudjunk nyitni más felé, másra. Azt gondolja az ember, hogy elég ennyi, örülök, hogyha ezt is meg tudom tartani, meg tudom óvni, mert féltem. Féltem a rám bízottakat, féltem mindazt, amit eddig kaptam. Pedig ha annak tudatában vagyunk, hogy semmink sincs valójában, mert mindenünk az Úré, legyen az akár a saját életünk, akár a szeretteink, akár az anyagi javaink, akkor már rögtön nem kell félelemben élnünk. Jézus ezt szeretné, hogyha nem félelemben élnénk. Ez nem jelent felelőtlenséget, nem jelenti azt, hogy bármit bármikor megtehetünk, jelenti azonban azt, hogy az ő kezébe tehetünk mindent. Jön a feltámadott, hogy megmutassa, mit tett. Ezt olvassuk, így szólt hozzájuk: békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Megmutatja, hogy mi történt vele. Egyrészt, hogy tényleg ő az, másrészt, hogy emlékeztessen rá, hogy mit tett értünk. Békesség nektek. A félelem helyett békességet és örömöt akar adni. A választás a miénk. A tanítványok megörülnek, hogy látják az Urat. Ugyanazzal a szóval van kifejezve a látás, mint amiről korábban is volt szó. Nem puszta felismerés, megismerés, hanem az a bizonyos tudás, az a bizonyos hitbeli látás, amikor összeáll a kép. Most már látnak. És erre Jézus ismét azt mondja, hogy békesség nektek. Először helyreállítja a tanítványokat belül, majd utána a félelemtől bezárt ajtókat kinyitja. És azt mondja: elküldelek titeket.
tehát nem ott kell maradniuk, ahol vannak, nem abban az állapotban, hanem tovább kell adniuk a Jézusról szóló jó hírt. Ezért mondja ismét, hogy békesség. Ehhez azonban felhatalmazást is ad. Kispünkösnek is hívhatnánk, ahogy rá lehell a tanítványokra, hogy szent lelket vegyenek. Mert egyedül a szent lélek képes indítani minket és helyesen vezetni. Hogy azokhoz menjünk, akikhez küld, és azt mondjuk, amit ő akar eszünkbe juttatni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét megtartjátok, az pedig megmarad. Hogyan értsük ezt? Egyrésztről a megbocsátás úgy is fordítható, hogy elengedés. Tudom-e elengedni azt, amit velem tettek, amit valaki rosszul tett? Az Úr Jézus már ott a kereszten elmondja, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekednek. Akkor hogy ne tudnánk mi megbocsátani? Mi az, amit meg lehet tartani? Tulajdonképpen semmi. Tulajdonképpen mindaz, amit ellenünk elkövettek, hogyha ezt azért teszik, mert Jézusé vagyunk, akkor azt majd ő megítéli. Ha a saját magunk butasága miatt, akkor meg könnyen elképzelhető, hogy meg is érdemeljük. Olyan jó lenne, ha meg tudnánk látni azt, hogy aki nem tud megbocsátani, valójában az a fogoly, valójában az van még bezárkózva. A keresztény ember szívében ott a kész megbocsátás, amikor majd eljön az idő, hogy a másik kérje azt. Éljünk hát úgy, hogy ne kelljen miattunk bocsánatot kérni. Ne mi legyünk, akik megbántunk másokat. Aki találkozott a feltámadott Krisztussal, annak az életébe jön a békesség és az öröm, a félelem helyett. Ehhez viszont fel kell ismerni őt. Te felismerted már? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te bejössz az zárt ajtókon keresztül is. Akkor is, amikor mi szeretnénk bezárkózni vagy visszahúzódni, te akkor is megérintesz bennünket, és elmondod, hogy még mindig szeretsz, és a te békességedet és örömödet kínálod. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy majd ugrándozva táncolunk, de jelenti azt, hogy elcsendesedhetünk, és jelenti azt, hogy mindent átadhatunk neked. Így kérünk, hogy a mai napot is hadd adjuk neked, szeretteinkkel, munkalehetőségeinkkel, anyagi javainkkal együtt, mert nálad van a legjobb helyen. Áld meg, kérünk, mindennapjainkat, add, hogy ne fáradjunk bele az imádkozásba, és a te értünk elszenvedett kereszt halálodnak és feltámadásodnak a hirdetésébe. Mutasd meg, hogy mikor, kinek és mit mondjunk. Így kérünk, Szent Lélek Isten, jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Ha jónak látod, Urunk, te adj gyógyulást a betegeknek, te szüntesd meg a háborúkat, adj áldott pihenést azoknak, akik pihenhetnek, és adj elegendő erőt azoknak, akik a hétköznapokban szorgoskodnak és fáradoznak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!